Mindenki? Na most
tegye fel a kezét az, aki nagyon rossz volt. Hát olyan nem sok van. Na de a dal én ott hozom nekem, gyerekek. Kérlek benneteket, énekeljetek el nekem még egy dalt, jó? Jók voltak a gyerekek? Apukák? Jók voltak az anyukák? Na jól van, akkor is lennek akadni a rosszaságot, mert tudjátok, most elárulok nektek egy nagy titkot. Nekem otthon, napföldön, a házikomban van egy nagy könyvem. Abban a könyvben pedig minden gyerek benne van. Neve, születési adatai, anyja neve, tajszám, na már, ha valamelyik gyerek rosszalkodik, akkor a neve mellett megjelenik egy nagy fekete pont. És akkor én már tudom, hogy nem valami jó a gyerek, nem érdemel csomagot, maximum virgácsot. De azt is elárulom nektek, hogy nekem otthon van egy óriási csodaradírom is, és ilyenkor december elején kiradírozom az összes fekete pontot a nagykönyvekből, mert nekem meggyőződésem, hogy rossz gyerek nem létezik. Ezért biztos vagyok abban, hogy mindannyian jók voltatok, még ha rosszalkodtatok is egy kicsit néha. Igaz, gyerekes? Jó, de azt is áruljátok már el, hogy szeretnétek a játékot kapni. Na hát akkor elárulom nektek, hogy mindenkinek hoztam csomagot. Mert amelyik gyerek jó, és megvette a jegyét, annak jár az ajándékét. Csak egy dolgot ígérjetek meg nekem, gyerekek, hogy az összes csokit megeszitek még ebéd előtt. Megígéritek? Na de, hogy elkerüljük a nagy kolongást, elhívtam magammal a testvérjének is, olyan picike kis Mikulásra költözött Manó. Tudjátok, őket is Mikulás ruhába bújtottak, hogy az igazi Mikulás én vagyok. Ne takard el az arcot! Szikrázik a hó, nevetésünk messze száll, és a kis csikor